140 éve hunyt el Arany János. A nagyszalontaiak büszkék városuk nagyszülöttére, és minden alkalmat megragadva ápolják kultuszát. A legnagyobb magyar epikus költő nevét viselő iskolában vetélkedőt szerveznek a tiszteletére, abban a templomban pedig, ahol annak idején megkeresztelték, Isten tiszteleten emlékeznek majd rá. Az életét bemutató múzeumnak helyet adó Csonka-toronyban állandó kiállítással várják az érdeklődőket. Aranyom, olyan jó kedved van. Nincs kedved velem egy szócsatát vinni? Sanki, nem vagyok az a bonyolult típus, de nem fér meg egy kocsmában két romantikus. Vetélkedőre készülnek az Arany János Elméleti Liceum középiskolás diákjai. Ez alkalommal az irodalmi ismeretek mellett a diákok egy jelenetet is előadnak. Első ágról Arany János leszármazott vagyok, nagytatám még mindig az Arany néven van, de mivel csak két lánya született, ezért a nevet nem tudjuk továbbvinni, de az emlékét magunk előrizzük mindig. Tele vannak a versei érzelemmel, és így akár egy ilyen családi, vagy tehát akármilyen tragédia után, ha elolvasom egy versét, igazából nagyon, tehát nagyon sokat segít az érzelmeken. Abban inspirált, hogy tudni kell rólam, én nagyon sokat festek, és rengeteg festményemen, ahogy egy jó pár versét, balladáját én lefestettem, elképzeltem. A vetélkedő témája mindig Arany János életéhez és munkásságához kötődik. Idén Petőfi és Arany levelezése és a két költő barátsága áll a verseny középpontjában. A pedagógusok a megmérettetés során arra is törekednek, hogy a diákok a tárgyi tudásuk mellett kreativitásukat is megmutassák. Én úgy érzem, hogy egyre távolabb áll Arany Jánosnak a szövege, mivel nehéz is nekik, nem értik annyira, és ezért próbáljuk ugye feldobni mai modern szövegekkel is, tehát hogy ismerjék a régit is, de ismerjék a mai változatát is ezeknek a szövegeknek. És így már emészthető számukra. Így már elfogadják és szeretik. Ez a ház áll most annak a bogárhátóháznak a helyén, ahol Arany János született, és ahol édesapja hamuba és porba írva tanította a költőt. A kis parasztház Arany szülőházának mintájára készült el. Különböző régi eszközöket és tárgyakat is kiállítottak, amelyek egy 19. századi nagyszalontai porta berendezését tükrözik. Volt az utcában egy hatalmas nagy lakodalom, kipattant egy parázs, leégett a tető, és az utcában az összes ház leégett, köztük az Arany János házi kúja is. És hát a család át kellett költözzön a ház mögötti istállóba, és 2 évig, ameddig fel nem épült az újabb ház, addig ott laktak. Arany János számára mindig is fontos volt a hit. Ezt igazolja az is, hogy amikor egy tűzvészben leégett a református templom egy része, elsődleges volt számára a templom és a hitélet helyreállítása. Nagyon jó hangja volt, ugye ezt kevesen tudják róla, hogy nem csak szeretett énekelni, de volt hangja is hozzá, és a gyermekkórusban is énekelt, és a templomlátogatás, vagy akár a hitéletben való aktív részvétel, az egy teljesen természetes életének, teljesen természetes része volt, és erre mi mindig nagyon büszkék vagyunk, amikor akár a templomi térben emlegetjük fel az ő hitéletét. A Csonka-toronyban lévő Arany János Emlékmúzeumot 1899-ben nyitották meg. Ez a Kárpát-medence legrégebbi aranymúzeuma, ahol számos különlegességet őriznek. Arany kéziratai mellett a költő személyes tárgyait, szobájának berendezését tekinthetik meg az érdeklődők, amelyeket fia Arany László ajándékozott a városnak. Látható például a költő tintatartója és az a fotel is, amelyben örökre elaludt. Többek között Madách Imre is felkereste, és megkérte Arany Jánost, hogy javítsa ki az ember tragédiájának a kéziratát. Az Arany János Művelődési Egyesület közvetlenül a költő halála után alakult meg azzal a céllal, hogy éltesse kultuszát és ismertesse munkásságát. Az aranypalotát sikerült bővítenünk is terekkel, így aztán most az a legfőbb feladatunk, hogy megtöltsük mindezt programokkal, tevékenységekkel, és ezen dolgozunk, ez a legújabb célunk és feladatunk, hogy megtöltsük irodalmi élettel, kulturális élettel ezeket a tereinket. A szabadtéri színpadunkat a nyár folyamán, és a belső tereinket az év egész
minden hónapjában egész évben. Az elmúlt években a magyar kormány segítségével nem csak az aranypalota újult meg, a csonkatorony is új külsőt kapott, és új koncepció szerint rendezték be az állandó kiállítás anyagát is. Így a költő szülővárosa méltóképpen fogadhatja a legnagyobb magyar epikus költőre emlékezőket.